Zsidókhoz írt levél 10. fejezetének első 25 versében így szól hozzánk Isten igéje. Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyi dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása. Hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor Krisztus eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatban nem telik kedved. Akkor ezt mondtam, íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámoljul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonságot tesz nekük a Szentlélek is. Mert miután ezt mondta, ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Eddig Isten írott igéje. Na mondtam, hogy ez egy kicsit bonyolult, de gondolom, hogy világos volt, hogy itt az Úr Jézus áldozatáról van szó, arról beszél itt az író, hogy mit jelent az, hogy az Úr Jézus meghalt és föltámadott. Hogy ez mindig a nehezebb. Akkor először lépjünk egy kicsit vissza, hogy is történt. Csütörtök este, vagy inkább csütörtök délután az Úr Jézus elküldött két tanítványt a templomba, hogy oda menjenek, vigyenek egy bárányt, amit ott le fognak vágni a templomban, az oltárnál,
aztán elkészítik, megsütik, aztán a felső szobába viszik ezt a bárányt a tanítványok. Ugye így készítik elő a páska vacsorát. Aznap este, csütörtök este az Úr Jézus ezt a páska vacsorát tartotta meg, minden évben meg kellett ezt tenni. Visszaemlékeztek Izrael fiai arra, hogy Isten kiszabadította őket Egyiptomból. Gondolom emlékeztek, hogy ez Mózes történetnek az eleje, a 10 csapás, és a 10. csapás az éppen az volt, hogy Egyiptomban minden első szülött gyerek meghal. Ugye, mint a fáraó nem akarta elengedni Izrael népét, 9 csapás után sem, és akkor jött a legnagyobb, a legszörnyebb csapás, hogy minden háznál az a gyerek, aki először született meg, az meghal, de Isten azt mondta, a saját népének, hogy nálatok nem úgy van, mert adok az első szülött helyett valami mást. Egy bárányt kell megölni, a vért az ajtó félfára kenni, a házban meg kell enni ezt a bárányt. Nem szabad kimenni, mert kint a halálozó angyal van. A házban meg kell enni a bárányt, és készen kell lenni arra, hogy elinduljatok. És éjfél után jött a hír, hogy a fáraó, amikor látta, hogy mi történt, beismerte, hogy ez tényleg az egy igaz Istennek a csapása. Isten ellen nem lehet védekezni, Isten ellen nem lehet cselekedni sem. Azt kell tenni, amit Isten mond, és elengedte a fáraó Izrael népét. Ezért minden évben erre visszaemlékeztek, de a vért már nem a félfára tették, az csak Egyiptomba tették egyszer. A vért a templomba hagyták, az oltára ment, mert ugye ez Istennek az ajándéka, ez a bárány, és elvonulnak, és végigolvassák közösen azt a történetet, hogy Isten hogyan szabadítja meg az ő népét a gonosz királytól. Egészen éjfélig beszéltek erről, hogy az vajon miért olyan jó, milyen az Isten, mit jelent az, hogy Isten szabadít valakit, és az Úr Jézus azon a vacsorán még sok mindent tanított, elmagyarázott arról, hogy ugye nem az egyiptomi fáraó a legnagyobb gonosz az életünkben, hanem éppen a bűn. És az Úr Jézus még sok mindent magyarázott, aztán, amikor elmúlt az éjfél, kimentek a felső szobából, kimentek a városból, le a völgybe, a szembelező hegyre föl, ott a Getsemáni kertbe, az Úr Jézus még imádkozott az atyához, mert készült arra, hogy meg fog halni. És azt kérdezte az atyától, hogy ha lehet, akkor múljék el tőlem az a pohár. Magyarul nem akarom ezt a rosszat kiinni, olyan, mint a pohár. Ha lehet, akkor múljék el ez, hogy ne kelljen ezt kiinnom. De nem volt más út, és miután az Úr Jézus ezt elfogadta, megjelent Judás, aki egy csókkal elárulta, hogy a sok ember közül, aki ott van, melyik az Úr Jézus. A katonák elfogták az Úr Jézust, újra le a hegyről, be a városba, a főpap házába vitték, ahol azt akarták, hogy valamit találjanak, amiért az Úr Jézust halálra ítélhetik. És különböző dolgokat kitaláltak, de nem sikerült. Próbálták úgy nagyjából betartani a törvényeket, de így nem sikerült. De azt akarták, hogy az Úr Jézus tűnjön el, mert az Úr Jézusra sokkal több ember hallgat, mint a fontos emberekre, a főpapokra, meg a vénekre. Aztán végén a főpap kitalált egy okos húzást, azt kérdezte az Úr Jézustól, te vagy a Krisztus? Te azt mondod, hogy te vagy az az ember, akiről olvasunk a Bibliában, aki el fog jönni, és végleg szabadítani fog bennünket minden gonosztól? Az Úr azt mondja, hogy igen, az vagyok. És akkor azt mondták, azt találták ki, hogy ez hazugság. És ha ez hazugság, akkor ez a legnagyobb hazugság, mert ez Isten elleni hazugság, akkor ezért már halálbüntetés járt. És eldöntötték, hogy na, megtaláltuk azt a dolgot, amiért az Úr Jézust el lehet ítélni. És reggel, amikor följött a nap, még egyszer hivatalosan is összeültek, hogy ő azt mondta, hogy ő
az Isten fiú. De nem az, mert mi azt gondoljuk, hogy nem. Akkor ő hazudott, de nem csak valami hazugság volt ez, ő egy Bibliával kapcsolatos dolog, sőt, az Isten, egy Istennel kapcsolatos dologról hazudott, az a legnagyobb hazugság, ami létezik, ezért meg kell halnia. Oda viszik a helytartóhoz, Pilátushoz. Itt van egy ember, szeretnénk őt halálra ítélni, de nekünk nem szabad, csak neked szabad, akkor kérjük szépen a hozzájárulásodat, hogy te is ítéld halálra ezt az embert. Pilátus kikérdezi az úr, és mondja, nem találok benne semmi rosszat, mit akartok. De hallotta, hogy ez a Jézus Galileából származik, ugye az ország északi részéből származik, és azt mondja, hát akkor nem is nekem kell erről valamit mondanom, mert itt a városban van Heródes, Heródes az északi városrésznek a fejedelme, hát akkor oda küldöm, akkor nekem kell, nem kell ezzel foglalkoznom. Oda küldi az Úr Jézus Pilátus Heródeshez. Heródes meg beszél veled, de az Úr Jézus nem mond neki semmit. Akkor Heródes azt mondja, de most én se tudok most vele mit csinálni, visszaküldi. Aztán visszamegy az Úr Jézus, megint Pilátushoz. Pilátus el akarja engedni az Úr Jézus, mert nem talál benne semmi rosszat. Sőt, éppen a börtönben van egy másik ember, Barabás, aki tényleg gyilkos volt, aki tényleg lehetett halálra ítélni, és akkor Pilátus gondolkodik egyet, és azt mondja, hogy hát de mindenki eddig szerette az Úr Jézust, és a Barabás meg egy gyilkos. Hát ezek a fontos emberek azt akarják, hogy valaki haljon meg ma. Hát nekem mindegy, hogy ki hal meg, tehát akkor van egy ötletem. Akkor idehozom mind a két embert, azt a Jézust, akit eddig szerettek, meg azt a másikat, Barabást, aki egy gyilkos. És akkor az emberek döntsék el, mit akarnak. De hát a zsidó vezetők rájöttek arra, hogy Pilátus mit akar, és súgtak az embereknek, hogy azt kell kérni, hogy Barabás maradjon életben, meg az Úr Jézus haljon meg. És valahogy valamiért sikerült nyomást gyakorolni az emberekre, és amikor Pilátus azt kérdezte, hogy most a kettő közül melyiket engedjem el? Az emberek azt mondták, hogy Barabást engedjed el. És akkor Pilátus azt kérdezte, hogy a másikkal mit kell csinálni? Hát feszíts keresztre. Pilátus úgy volt el, hogy hát, ha ezt akarják, akkor legyen az meg, de ő azt akarta megmutatni, hogy ezt nem ő akarta, hozatott egy tál vizet, megmosta a kezét, és azt mondja, látjátok, megmosom a kezemet, az én kezem tiszta, nem én akartam, ti akartátok ezt. De azért persze ő adta a parancsot, hogy vigyék el az Úr Jézust. Elvitték, keresztre feszítették, és valami nagyon furcsa dolog történik. Hirtelen sötét lesz. Három órán keresztül nem süt a nap. És ha már átéltetek ilyen napfogyatkozást, akkor tudjátok, hogy ilyenkor minden állat néma lesz. A legyek leszállnak, a madarak nem fütyülnek, néma csend. És délután háromkor az Úr Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett, és meghalt. Csodálkoztak is rajta, mert az Úr Jézus mellett még volt két másik ember, akit szintén halálra ítéltek, ez a kettő még élt. Mert nem olyan könnyű meghalni egy kereszten, az fulladásos halál, nem kapsz levegőt, új lóksz a két kezeden, és nem kapsz levegőt, ezért halsz meg. Másik kettő még bírta. Még csodálkoztak is rajta, hogy az Úr Jézus már meghal. De hát azt akarták, hogy vége legyen, akkor a másik kettőnek megtörték a lábszárcsontját, hogy már nem tudtak föl kapaszkodni, vagy fölállni egy picit levegőt, mert ők is meghaltak. És akkor jön két ember, két fontos ember, aki oda megy Pilátushoz, és azt mondja, hogy mi láttuk, hogy az Úr Jézus meghalt. Szeretnénk őt eltemetni. Szabad lesz. Pilátus is csodálkozik rajta, hogy meghalt már az Úr Jézus. Tehát itt van két fontos zsidó ember, hát azt akarják, akkor vigyék el a holttestemet, temessék el. És így is történt. Eltemették az Úr Jézust, de szombat lett, és a szombat napon a zsidók nem tehetnek semmit, ezért betették az Úr Jézust azért szépen a sírba, aztán elvonultak. Azt gondolják, hogy majd befejezzük később. Másnap, tehát szombaton, ugye, pénteken délután 3 óra körül meghal az Úr Jézus,
eltemetik, másnap reggel a zsidó vezetők gondolnak valamire. Hát ez a Jézus valamikor azt mondta, hogy föl fog támadni. Hát persze, hogy tudjuk, hogy nem igaz. De talán valaki el fogja lopni az Úr Jézus holttestét, és azt fogják mondani, hogy feltámadott. Hoppá, oda mennek a Heródeshez, Heródes, még lenne, vagy Pilátushoz. Pilátus, lenne még egy kérdésünk? Ez a Jézus azt mondta, hogy fel fog támadni. Ezt nem hiszük el, de hát, ha ebből botrány lesz, nem lehetne ezt a sírt, hogy lepecsételni? Tehát akkor teszünk rá egy pecsétet, nem szabad hozzányúlni, oda teszünk két katonát, hogy vigyázzak. Igen, ugye ott van egy nagy kő, ugye a barlangba temetik el az Úr Jézust, előtte van egy nagy kő, és akkor ugye egy kis zsinórral, egy két pecséttel összekötik a követ a barlanghoz, hát persze tönkre lehet tenni ezeket a zsinórokat, csak akkor látszik, hogy valaki nyúlt hozzá. És még mellé tesznek két katonát. Ott állnak ezek a katonák szombaton, egész nap nem történik semmi az égvilágon. Lehet, hogy éjszakára mások katonák jönnek, gondolom én, akkor különben elalszik az ember. És vasárnap reggel, még abban a pillanatban, amikor föl kell a nap, akkor hirtelen nagy földrengés is volt, meg nagy világosságot látok a katonák, és így megdermedtek, hogy olyanok lettek, mint a halottak. Jött egy angyal, és az angyal eltávolította a követ a sírtól. Aztán asszonyok is jöttek, kora reggel, mert ugyan még be kellett fejezni a temetést, tehát hoztak illatszereket, oda mennek, és azt látják, hogy hé, itt valami történt. Találkoznak az angyallal, aki azt kérdezi, hogy miért keresitek az élőt a halottak között? Az asszonyok észbe kapnak, hogy hát tényleg, hát azt mondta az Úr Jézus, fel fog támadni, és azt mondja az angyal az asszonyoknak, hogy menjetek vissza a tanítványokhoz, és mondjátok el, hogy föltámadott az Úr Jézus. Tudod, mennek az asszonyok, elmondják a tanítványoknak, hogy Péter és János gondolkodik egyet, lehet? És rohannak, csucs! A sírhoz. Hát Péter előpír oda, ugye Péter volt az, aki elárulta az Úr Jézust, emlékeztek rá, ugye? Nem mer belemenni, de János igen. De János megelőzi Pétert, bemegy a sírba, ez üres. Itt vannak még a lepedők, amiben becsavarták az Úr Jézus holttestét, az Úr Jézus sehol. És találkoztak rajta, hogy huha, mi volt ez? És még aznap este, tehát vasárnap este, az Úr Jézus megjelenik az összes tanítványnak, amikor ők a felső szobában vannak, tanácskoznak, hogy hát ezek az asszonyok azt mondják, hogy feltámadott az Úr Jézus. Péter meg János ott volt, látták, hogy üres a sír, ők nem nyúltak hozzá. Hát lehet, hogy valóban feltámadott az Úr Jézus. És akkor hirtelen megjelenik az Úr Jézus közöttük, és megmutatja, hogy valóban feltámadott, mert még ott vannak a sebek a kezén, a lábán, hogy ugye azért voltak ott sebek, mert ugye így szögekkel oda szögezték az Úr Jézust a kereszthez, akkor látják, hogy tényleg az Úr Jézus az, aki abban a testben támadott föl, amiben meghalt, de valahogy máshogy is volt ez a test. A dicsőségesek. Onnan tudták, hogy az Úr Jézus valóban feltámadott. És akkor a zsidókhoz írt levélből hoztam azt a részt, ahol az író arról ír, hogy milyen különleges igazából az, hogy milyen különleges dolog történt azáltal, hogy az Úr Jézus meghalt és föltámadt. Miért kellett ez egyáltalán? És beszél az író először az áldozatokról. Talán emlékeztek, hogy az Ószövetségben minden reggel és minden este bemutattak egy-egy áldozatot, egy-egy bárányt. Minden reggel és minden este. És évente egyszer a főpap bemutatott olyan áldozatot, amely azt a célt szolgálta, hogy az emberek tiszták lehessenek Isten előtt. Az engesztelés nagy napján történt, ez egy őszi ünnep. És azt mondja itt az író, hogy de azért elég érdekes,
ha kicsit belegondolunk, hogy igazából minden évben újra bemutatják azt az áldozatot, de igazából nem történik semmi, mert a következő évben újra kell bemutatni, tehát az emberekettől nem lettek olyan tiszták, hogy utána nem mutattak volna, vagy utána nem követtek volna el a bűnöket. Minden év újra, meg újra, meg újra. Hát igazából azt mondja, hogy ez az áldozat, ami állandóan visszatér, az inkább emlékeztet arra, hogy az ember még mindig bűnös. Bűnöket követett el, de mi az igazi megoldás? És akkor az író egy Zsoltárból idéz, amit Dávid írt. Amiben az van benne, hogy az író mondja Istennek, áldozatot és ajándékot nem kívánsz. Égő és bűnért való áldozatban nem telik kedved. Ez olyan gondolat, ami többször előfordul a Bibliában. Sámuel volt az első, aki mondta Saulnak, hogy a Saul a király, aki nem mindenbe engedett, vagy engedelmeskedett Istennek. És volt egy helyzet, amikor ő egy áldozatot mutatott be, de közben nem hallgatott Istenre. És akkor Sámuel, a prófét, azt mondja Saulnak, hogy te figyelj ide! Istennek sokkal jobban tetszik az engedelmesség, mint az áldozat. Ez az olyan dolog, ami állandóan visszatér a Bibliában, hogy Isten igazából nem kívánja ezeket az állatáldozatokat. Hát ez egy fura dolog, azt mondja itt az író, mert az benne van a törvényben. Tehát, hogy nem az emberek találták azt ki, hogy minden reggel és minden este bemutatnak egy áldozatot. Nem az emberek találták ki, hogy évente egyszer van az engesztelés nagy napja, ezt mind Isten mondta. De mi az, hogy Isten mond valamit valakinek, amit ő igazából nem akar? Hát mi az, hogy? Nem furcsa. Hát, van ilyen. Az emberek életében is. Szerintetek, egy szülő akar-e a gyerekével a kórházba lenni? Hát inkább nem. Egy szülő akar-e, mit tudom én, 3 órát tölteni a váróteremben a kórházba? Hát nem, ez nem vicces. Mit akar a szülő? Hát a gyerek legyen egészséges, meg tudjon játszani, meg... De hát, ha a gyerek leesik a bicikliről, vagy a fábról, vagy a lóról, és összetöri magát, akkor mit csinál a szülő? Azt mondja, hogy hát én azt akarom, hogy menjél tovább biciklizni. Nem, mert ez nem lesz jó. Ugye, ha valami rossz történt ezzel a gyerekkel, akkor a szülő oda megy a gyerekhez, kórházba viszi, és ott ül a gyerekével, mit tudom én, másfél-három órán keresztül, és várja az orvos, mikor fognak már valamit csinálni a gyerekemmel. Nem akarja a szülő, nem tetszik ez neki, de hát, ha történik valami a gyerekkel, akkor mit kell először csinálni? Arról kell gondoskodni, hogy a gyerek gyógyuljon meg. És utána, ha a gyerek rendben van, akkor utána lehet újra azokat a dolgokat csinálni, amik tetszenek a gyereknek is, meg a szülőknek is, utána lehet újra együtt elmenni orgászni, vagy biciklizni. De ha beteg a gyerek, akkor nem. Tehát van olyan, még emberek között is, hogy a szülő csinál valamit a gyerekkel, vagy a szülő mond valamit a gyereknek, hogy maradjál még ágyba, ne jöjjél ki. Nem azért, mert az a legjobb dolog a világon, hogy a gyerek ágyba van, a szülő meg mellett ül és eteti a gyereket. Nem az a legszebb dolog a világon, de hát ha a gyerekkel valami baj van, akkor ezt kell csinálni. Nincs más lehetőség, nincs más megoldás. Amikor újra meggyógyult a gyerek, akkor lehet újra az igazi jó dolgokat csinálni. Nos, erről kell itt gondolni. Isten nem azért mondta az Ószövetségben a papoknak, hogy minden nap mutassanak be áldozatot, mert Istennek ez a legjobb dolog a világon. Más vallásokban ez van, hogy az Istenek követelnek dolgokat az emberektől, hogy állandóan áldozatot kell bemutatni, mert különben haragszik az Istenség. Neki az a legfontosabb dolog az életében, hogy kapjon valami áldozatot, valami jó illatot. A Bibliában egyáltalán nem. Igazából nem azt tetszik Istennek. De valami baj történt,
Az első emberpára kígyóra, a sátánra hallgatott, a sátának a rabjai lettek. Az a legnagyobb probléma a világon. Istennek az engedelmesség tetszik sokkal jobban, mint az áldozat, de ha az ember engedetlen Istennek, ezzel beszennyezi önmagát, és igazából, ha ezt lassan végigolvasjuk azt a részt, amit felolvastam, beszennyezik még a mennyországot is. És erre kell valami megoldást találni. Nos, az állatoknak a vér nem az igazi megoldás. Tényleg az egy emlékeztető volt. Állandóan arra, hogy most egy állat hal meg, és Isten azért fog engem megbocsátani? Nem. Mert mi az, ami tetszik a legjobban Istennek? Az engedelmesség. Hogyha valaki hallgat Istenre. Ezért küldte el az Úr Jézust. Ugye ő emberré lett, és emberként hallgatott az Istenre. Megmutatta az egész életével. Hogy néz ki? Amikor valaki az Istenre hallgat. Még akkor is hallgat az Istenre, ugye beszéltünk a Getsemáné kertről, amikor Isten azt kéri tőle, hogy vállalja a halált. Hogy menjen bele a halálba, bár igazából egyre semmi rosszat nem csinált, másrészt pedig a halál teljesen idegen az Istentől, mert az Isten az élet forrása, nem a halálnak a forrása. De az Úr Jézus egészen így engedelmeskedik. Vállalja a halált úgy, hogy ő, mint egy átkozott, így mondja a Biblia, függ a keresztfán. Az Úr Jézus engedelmes a halálig, sőt, egészen a kereszt halálig, ami a legszörnyebb, nem csak fizikailag, hanem lelki szempontból is. És ezért feltámasztja őt az Isten. Feltámad az Úr Jézus, és ezzel az áldozattal ő mit tesz? Ezzel az áldozattal az Úr Jézust tisztává tesz bennünket is, és megtisztítja az Isten mennyi palotáját. Ugye nekünk ez egy kicsit furcsa dolog, mert ha én csinálok valamit rosszul, akkor egy kis ilyen piszokfolt jelenik meg Isten palotájában. De ugye egymáshoz tartozunk, Isten teremtett bennünket, mondta Gyuri bácsi az elején is, Isten teremtett bennünket, egymáshoz tartozunk. Tehát ha én valami rosszat csinálok, akkor az annak van hatása Istenre is, legalábbis a kettőnk közti viszonyra, valami megjelenik Isten színe előtt, Isten szeme előtt, ami nem szép. Mi úgy lehet elképzelni, hogy amikor én teszek valami rosszat, akkor Isten ezt észreveszi, és már nem olyan szép a világ, mint amilyen volt. Mert az egyik gyermeke nem azt teszi, amit ő akart volna. Hát ezt újra széppé kell tenni a világot. Ezért halt meg az Úr Jézus. Egyrészt, hogy újra legyen tiszta Isten palotája, így mondja itt a rész, amit felolvastunk. Másrészt pedig, hogy az ő vére fedezze el a mi bűnünket, bűneinket, hogyha ő hozzá tartozunk. Nekünk ez megint egy kicsit furcsa, de a bibliai gondolkodás az éppen ez. Azt a legérdekesebb gondolat, ami ebben a szakaszban van, az éppen az, hogy föl is olvashatom, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe, a mennyi palotába, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által. A templom az két részből állt, talán emlékeztek rá, az első rész egy szent hely volt, és utána jött a szentek szentje, a legszentebb hely a világon, oda csak a főpap mehetett be évente egyszer, ott volt Istenek a trónja, úgy jelképesen. És azt mondja az író egy korábbi fejezetben, hogy arra kell gondolni,
hogy a cél az, hogy minden ember újra megjelenhessék Isten színe előtt. Tehát teljesen olyan jó legyen a kapcsolat Isten és ember között, olyan tiszta legyen az ember, hogy élhet Istennel együtt úgy, mint valamikor a paradicsomban. Mert ugye a bűnös ember nem lehet ott, ahol a Szent Isten van. A kettő egyszerre nem tud egy helyen lenni, mert a bűnös ember nem tud létezni, nem tud fönnmaradni ott, ahol Isten szentsége van. Most az Úr Jézus meghalt, és föltámadott, így bement a feltámadás után, ugye mennyi menetel napján emlékezünk arra, oda ment a testtel, azzal a testtel, amiben mi is élünk, bement a mennybe, és ott áll az Isten színe előtt. Tehát az Úr Jézus már végig járta ezt az utat. Azt mondja itt a szerző, hogyha mi is az Úr Jézuséi vagyunk, akkor mi benne vagyunk ebbe. Benne vagyunk az Úr Jézus testében. És akkor mi is mentünk ezen az úton. Aki az Úr Jézusé, az is megjelenhet a Szent Isten színe előtt, úgy, hogy Isten nem haragszik egyáltalán, sőt örül neki, hogy az az ember az Úr Jézus Krisztusban megjelenik ő előtte. Ezért olyan nagy dolog, hogy az Úr Jézus emberi testet öltött, vagy ez a karácsony, ebben a testben halt meg, és föltámadott, ez a húsvét, és fölmett a mennyekbe, ez a mennybe menetel napja. És aki az Úr Jézushoz tartozik, az ugyanazt az utat járta be. A gyülekezetet is Jézus testének hívják. Éppen azért, mert a gyülekezethez azok az emberek tartoznak, akik felismerték, hogy ők maguktól bűnösök, akik rájöttek arra, hogy az Úr Jézus bemutatta az egyetlen áldozatot, amely megtisztíthat bennünket, és megszabadíthat bennünket a gonosztól, úgy, hogy újra Isten szolgái lehessünk, és akik ezért hisznek az Úr Jézusban. Úrnak vallják, Krisztusnak vallják, és követik őt. Ezek a hívő emberek, akik valóban Krisztus teste, akik valóban megjelenhetnek az Isten színe előtt. Ez az az út, amelyet az Úr Jézus megnyitott nekünk. És időszakonként ezt újra meg újra megerősítjük, hogy mi valóban az Úr Jézus teste vagyunk. Ugye az úrvacsorában tesszük ezt meg. Akik egyszer már hitvallást tettek a gyülekezet előtt, hogy az Úr Jézus Krisztuséi, azok időszakonként vesznek az úrvacsorából, tehát az úrvacsoráról az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor elárultatott, azt mondta, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. Tehát akik vallják azt, hogy az Úr Jézus Krisztus testéhez tartoznak, táplálkoznak is belőle, vesznek ebből, hogy meg is mutassák. Hogy ez teljes valóság. Mi annyira az Úr Jézushoz tartozunk, hogy az Úr Jézus táplál bennünket. Abból élünk, hogy ő él. Abból élünk mi, hogy ő meghalt, és föltámadott, és élt, és ami az övé, az legyen a miénk. Ezért veszünk mindjárt úrvacsorát. Ugye az eseményeket, a húsvéti eseményeket nem olyan nehéz elmondani, még sorba is megy, ha az ember gyakorol egy picit. De teljesen megérteni, hogy miről van szó, az egy nehéz dolog, mert olyan dolgokról van szó, amikre nem nagyon szoktunk gondolni. Ezért minden évben újra elmondjuk ezeket. És ha többször hallja az ember, és többször gondolkodik el rajta, akkor lehet, hogy nem jobban fogja megérteni, de jobban fog ráérezni arra, hogy ez tényleg így van. A Biblia erről beszél. És fontos. És ezért olyan nagy ünnep ez a húsvét. Valami történt, amit csak egy valaki tudott véghez vinni. Ez pedig az Úr Jézus. És amit csinált, az annyira nagy dolog,
hogy csak ő általa, csak miatta van az, hogy újra jó kapcsolatunk lehet az Istennel. Ezért örülünk nagyon a húsvéti ünnepnek, nem a nyuszira gondolunk, nem a tojásra gondolunk, hanem arra, hogy az Úr Jézus föltámadott, és még fenntartjuk ezt az ünnepélyességet, egészen ugye pünkösdik, amikor az Úr Jézus elküldte a Szent Lelket, és a Szent Lélek az, aki belülről segít nekünk, hogy jobban, hát nem teljesen megértjük, hanem jobban felfogjuk, hogy milyen nagy dolog az, amit az Úr Jézus tett, és milyen nagy öröm, hogyha az ember az Úr Jézusé. Amen.